Ma azt tanítjuk meg Lattinak, hogy mutassa meg vezényszóra a fogát, ami több okból fontos egy kölyök vagy felnőtt kutyának. Egyrészt orvosi vizsgálatok során nagyon hasznos, hogyha nem kell küzdenünk és tapognunk, és szívesen megmutatja a fogát, másrészt, hogyha kiállítási kutyát nevelünk, akkor szintén meg kell mutatni a fogát. Gistit fogok használni, és mivel nem kapott még vacsorát, nagyon-nagyon motivált lesz rá. Ezért, hogy ne vigye el a figyelmét, a számba fogom tenni a falatot, és onnan fogom megjutalmazni. A kezemet, a jobb kezemet ide fogom betenni, és a mutató ujjamat a nyakörvébe teszem, azért, hogy ne tudjon elmenni messzire. Így könnyebb legyen nekem a tréning. Nem fogom le, egyszerűen bedugom az ujjamat. Megvárom, hogy nyugalomba tudjon lenni a kezemben, és hogyha ez már az alsó kezemmel sikerül, akkor a másik kezemet pedig fölülre helyezem, itt viszont megcserélem, hogy a videó látszódjék. Nem nyúlhatok már rögtön a szájával össze, meg kell szoknia azt, hogy én a fejénél matatok, és hogy mindezt nyugalommal viselje. Ebből nem simogatás lesz, nem óvóckodás lesz, nem egy feladat kezdete. Látta? Hogyha már ezt ilyen szépen tűri, akkor következő lépésként az egyik oldalt megpróbálom felemelni. Szuper! És ez már egy kicsit erős dicséret volt, nagyon nyugodt hangnemben dicsérik a kutyát, mert hogyha túlságosan erős dicséretet adunk, tehát túl boldogok vagyunk, vagy nagyon-nagyon megsimogatjuk, akkor ő is fölpörög, viszont ebben a feladatban neki nagyon nyugodtan kell viselkednie. Nagyon ügyes, vagy jól van. Még egyszer megpróbálom csak ezt az oldalt. Most már fölül és alul is. És mert ilyen ügyesen halad, ezért hozzáteszem most már a vezényszót is, hogy tudja, hogy mi is ez a feladat foga. Szuper. És megpróbálom mind a kettő oldalt felhúzom már. A két oldalt már nagyon szépen megengedi, megpróbálom egy elől. Gyuri, ügyes vagy. És még egy utolsót, és hogyha ez is jól sikerül, akkor azt gondolom, hogy ez a tréning vége. Marad. Foga. Foga. A következő lépés lehet azt még ezt gyorsan elmondom, hogy nem csak a fogát mutatja meg, így, hogy fölhúzzuk a száját, hanem hogy ki is nyitjuk. Nagyon fontos, hogy itt se alkalmazunk erőszakot semmiféleképpen. Foga. Szuper! Ügyes vagy. És további gyakorlásokkal minden nap egy picit többet lehet elérni, hogy még jobban mutassa, még több ideig mutassa, hogy a száját szét tudja nyitni, viszont egy fogváltásban lévő kiskutyánál nagyon figyeljünk oda, hogy a fogait semmiképpen ne üssük meg, vagy ne nyomjuk meg, mert lehet, hogy éppen mozognak.